A kerékpározás népszerűsítése a célja a Magyar Kerékpáros Klub kezdeményezésének, amely még hétfőn indult Bringázz a munkába címmel. Az akció 6 héten keresztül tart majd, ennyi idő áll rendelkezésükre a csapatoknak, illetve egyéneknek, hogy 3000 pontot gyűjtsenek össze értékes nyereményekért cserébe. Az embereket próbáljuk rávenni arra, hogy kerékpárral menjenek munkába. Egy játék keretében egy mobil alkalmazást kell letölteni, regisztrálni, csapatokban, illetve egyénileg is lehet versenyezni, pontokat kell gyűjteni, és értékes nyereményeket lehet nyerni. Szeretnék biztatni mindenkit, hogy ha eddig még nem bringázott a munkába, akkor most nagyon érdemes csatlakozni, aki pedig már eddig is bringával járt, hát az is regisztráljon. Ez egy jó móka. Az eseményre regisztrálni a képernyőn látható weboldalon lehetséges. Fellegvári László elmondta, a mobilitási hétre is készülnek programokkal. Szeptember 17-én például Bringás uzsonnára várnak mindenkit, 13 órától a piactéren, valamint 21-én szombaton tartják a második székesfehérvári bringás felvonulást. A szervezők emellett pedig a legkisebbekre is gondoltak, sikeresen működik a Bicibusz elnevezésű programjuk is. A kisebbekről sem szeretnénk megfeledkezni, róluk szóló a Bicibusz kezdeményezésünk, amely a Fekete-Hely-Száraz réten egy ideje már működik, ez már egy rendszeres járat, minden pénteki tanítási napon a Fekete-Hely-Száraz rétről indulunk, és a belváros általános iskoláig gurulunk el, iskolába szállítva a gyerekeket, és szeretném bejelenteni az újabb járatunkat is, ami nagyon friss hír, a Maroshegyről is sikerült egy járatot megterveznünk, ez egyelőre csak egy egyszeri esemény lesz szeptember 20-án. A program részletei a Bringásfehérvár közösségi oldalán olvashatóak.